A fagy elmúltával, a napokban beköszöntött kedvező időjárásnak köszönhetően a főutca munkálatai is folytatódnak hévizen. Mint a Széchenyi utcán sétálva láthatjuk, jelenleg a járdák díszburkolatának javításait végzik, valamint a Gamesz munkatársai is megkezdték a zöld felületek gondozását, a télen elhalt növények eltávolítását és pótlását. Ezen kívül az utca bútorok telepítése is folytatódik. Mint a polgármester elmondta, minden mellett az önkormányzat egyeztetéseket végez a közúttal, egy új gyalogátkelőhely hely telepítéséről is. Úgy néz ki, hogy a, az Erzsébet királyné utcánál egy új gyalogátkelőhelyet helyet fogunk tudni, egy kiemelt gyalog helyet építeni, legalábbis a mostani álláspont szerint, illetve a közúttal a egyeztetünk arról is, amiről korábban is, hogy ahogy elkészül teljesen az utca, úgy átvesszük tulajdonba gyakorlatilag a teljes Széchenyi utcát, ugye még közben táblákat is raknak ki, és a szabályozások, ugye még a táblaszabályozások még azok visszavannak, a villogók, amik ki lesznek rakva a gyalog tehát még vannak ilyen apró, apró lékosabb munkák, az időjárás most már kedvez nekünk isten igazából. Az utca felületére, ahogyan azt korábban is jelezték már, érkezik még egy kopó réteg. Az aszfaltozást azonban majd csak tavasszal, március 15-e után tudják megkezdeni a szakemberek. Ennek a pontos időpontja még nem ismert. Cél, hogy addigra minden egyéb munkálattal végezzenek. Így tehát a tervek szerint a főszezon kezdetéig teljes egészében elkészül Hévíz új főutcája.